Egy valamivel még adósok vagyunk, mégpedig azzal, hogy megnézzük, hogy mi minden vár ránk ebben az esztendőben, vagyis 2019-ben. Ennek a megfejtésében pedig Molnár Piroska segít nekünk. Szia, üdvözlünk! Hoztál nekünk kártyákat is, ami majd a megfejtésben segítségünkre lesz. Milyen kártya ez egészen pontosan? Ez a taró. A taró az az egyik kedvenc kártyám, ugyanis a léleknek a tükre. Tehát, hogyha egy egyéni tanácsadásnál járunk, akkor azért könnyű a tanácsadónak a dolga, mert tulajdonképpen saját magadnak üzensz. És tehát ez nekünk nagyon-nagyon közeli kapcsolatot tud hozni akár a kérdezővel, fel tudjuk tárni az ő lelki mélységeit, az adott feladatait, hát és főbb kérdéseire a válaszokat is megadja. Hát tulajdonképpen a kérdező saját magának. Hú, ez nagyon izgalmasan hangzik, és itt műsor előtt mi megbeszéltük Ditkével, hogy én leszek az az alany, akinek majd egy egyéni jóslást is csinálsz. Nem lehet ezt jóslásnak nevezni egyébként? Én nem nagyon szeretem ezt a kifejezést, mert én inkább tanácsadást használnék. Tulajdonképpen én nem mondhatom meg senkinek, hogy mit tegyen, vagy mit csinálhatom. Tehát valóban javasolhatok neki dolgokat, de tehát szebb az, hogy tanácsolom. Uh-huh. Akkor inkább tanácsadásnak nevezzük, mint jóslásnak. Számmisztikával is foglalkozol, ami pedig a számmisztikát illeti 2019-re. Mit tudsz nekünk előre mondani? Milyen év vár rá? 2019 egy hármas évünk lesz. Ha most kollektíven kell lenne egy tanácsot adni, most akár a világ helyzetét nézve, vagy akár az ország helyzetét nézve, tehát teljesen pontos dolgokat ilyenkor nem tudunk mondani. De ugye a hármas szám az olyan kis meseszám is. Azon kívül, hogyha egy kicsit magasabb szinten gondolkodunk, akkor a testléleknek a száma, az Atya-Fiú Szentléleknek a száma, tehát mindenféleképpen én azt szoktam mondani, hogy ebbe az időszakban lehetünk egy kicsit szerencsésebbek. Na de, hogyha most tartunk például ott, hogy a világ helyzetét nézzük, ugye az Atya-Fiú egy kicsit a vallásnak is a száma a hármas, és hogyha most körbenézünk a világba, azért látjuk, hogy elég furcsa események történnek, tehát akár ez a helyzet elmehet egy szélsőséges dologig is, de azért reménykedjük, hogy a hármas meseszáma azért segíteni fog kollektíve mindannyiunkat. A hármas száma Jupiternek a száma. Magyarország, ugye egy nyilas ország, uralkodó bolygó Jupiter, tehát várhatjuk azt, hogy talán egy kicsit jobb lesz a helyzetünk, segítségeket kapunk, tehát mindenféleképpen én azt gondolom, hogy próbáljunk meg pozitívan tekinteni a jövőben. Sok mindent meg fog próbálni egyébként ez az év. Az emberi kapcsolataink változhatnak, viszont tehát egyénenként különböző művészi hajlamok előjönnek, tehát mindenki inkább a pozitív dolgok felé fog tulajdonképpen fordulni. Ami nagyon fontos egyébként, hogy értsük meg azt most ebben az időszakban, hogy nem lesz, aki elvégezzen helyettünk dolgokat. Tehát a hármas szám az a saját teremtő képességünk is. És tehát mindenkinek egy kicsit meg kell ismerni az igazi helyzetét, tehát azzal szembenézni az önvalóját, mire vagyok képes, mire nem vagyok képes, és tehát önmagamból kihozni, önmagam teremtő képességét felfedezni. Ugye mondtad itt ezt a varázs szót, vagy kulcs szót, hogy önmagunknak teremtünk, de azért mégis ugye a kártyák valamit súgnak, ezeket lehet erősíteni vagy tompítani? Most lehet, hogy ez ilyen nagyon buta kérdés lesz, de mondjuk, hogyha azt mondja a kártya, hogy gyarapodás és anyagi bőség, akkor arra rá tudok erősíteni valahogy, hogy a lottóötöst azt tényleg bevonzam magamnak? Hát akár, de tehát szerintem ez egy egész szélsőséges kívánság lenne. De szerintem általános. Ez így van. Legyen. Ez a pozitív gondolkodás, hogy az én életemben ez egy teljesen általános dolog. Tulajdonképpen, hogyha egy személyi tanácsadást nézünk, akkor ugye mivel egy hármas évben járunk, én azt tudnám neked mondani, hogy a te személyes évedben lehetsz igazán szerencsés. Tehát ott kapod meg a legtöbb támogatást. Én, hogy ha valaki eljön hozzám, ugye mindig azt nézzük meg, hogy ő az adott helyzetéből, hogy tudja a megoldásait megtalálni, vagy épp egy jobb helyzetbe belekerülni. Ugye a számmisztika szerint 9 évekre vagyunk felosztva, és ugye minden egyes évhez tartozik egy-egy életfeladat, amiben én támogatott vagyok. Ha azt teszem
nagy mértékben, tehát egy 60-70%-ban az életemnek a mozgató rugója ez az életterület, akkor a többi is követi, tehát követi az egészség, a pénz, akkor egy harmóniát tudok kialakítani az életembe. Tehát innentől kezdve, hogy kanyarodjunk vissza a kérdésre, ha neked anyagi bőségről beszélgetünk, hogyha neked most pont egy karrieridőszakod van, akkor te szerencsés vagy, de hiába az, tehát ha nem azt az időszakot támogatják, akkor is el fog jönni, csak akkor egy picit várni kell rá. Na most már annyi izgalmas dolgot mondtál, akkor szerintem csapjunk bele, hogyha már átpasszoltad nekem. Hát, nézzük meg azt a kártyát, hogy hogyan működik, jó? És akkor jó. Közben elmondod, hogy mi minden vár rám. Egy picit rákészültünk egy pár percben, ugye itt az elején. Hát nem véletlenül választottatok téged ebben a kis tanácsadásban, ugyanis te egy mesterszámmal születtél, a 11-jel. Hát ennek vannak szép oldalai és árnyoldalai is. Az árnyoldalára hívnám fel a figyelmet, jaj, hogy a 11 nem, tehát a 11-esnek tényleg nem szabad negatívan gondolkodni. Mert ugye a mesterszámosok sokkal könnyebben megteremtenek dolgokat maguknak. Tehát tudatosan figyelem magam, ha mondjuk már fél órája hülyességeken, rossz dolgokon gondolkodok, akkor vegyem észre, és akkor próbáljam meg a gondolataimon felülírni. És azért érdekes most tulajdonképpen ez a helyzet, mert hiába egy hármas általános évünk van, de a te személyes évedre a 11 jön ki, tehát leredukálva a 2-es. Na most ilyenkor én azt szoktam mondani, hogy ez mindig egy tükörév is, mert szembe kell nézni magunkkal a képességet, tehát önmagamnak a fejlesztése, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát fejleszem azt, tehát csináljak olyan dolgokat, amit szeretnék, tanuljak valamit, tanuljak a hibáimból, ez lenne az egyik legeslegfontosabb, és hát hogyha leredukáljuk a 2-es évet, akkor előtérbe fog kerülni egy picit a nőiességed, a szépséged, a harmónia érzék, a harmóniára való törekvés, tehát ugyanakkor az árnyoldalat, mert ugye egy kétpólusú világban élünk, az az, hogy ebben az évben a türelmet kell megtanulni. Tehát ha azt szeretném, mivel hogy neked jövőre lesz születésnap után az a hármas év, aminek nagyon fogsz örülni, az meg fog téged próbálni most egy icipicit ebben az évben. Na, nézzük meg azt a kártyát akkor, mert az időnk az nagyon fogy, és szerintem a nézők is kíváncsiak arra, hogy hogyan is néz ki ez a kártya, és hogyan lehet ezt használni. Én már nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor ezek után, amit elmondott eddig, ugye Piroska, most a kártya mit mond neked? Én azt hittem egyébként, hogy az elmúlt 2-3 évben megtanultam a türelmet, de akkor ez majd most idén kiderül, hogy valóban így van. Majd az élet próbára tesz. Kellek, én is hozzá, gondolom, igen, húznom kell majd. Mindenféleképpen, én azt szeretném kérni, hogy 10 lapot húzzál. 10 lapot? Csak így húzzam ki, vagy adjam is oda neked? Itt teljesen. A sorrend számít? Igen. Ajajaj. Hánynál tartunk? 5. 6. 7. 8. 9. Hát és akkor legyen ő a 10-es. Jaj. Nagyon izgi. Már annak, aki hisz ebben, persze. Középen egy olyan kártyád áll, ami egy nagyon pozitív előrejelzés azzal kapcsolatban, hogy elég határozott és stabil vagy ahhoz, hogy a sikereidet el tud érni. Na most ehhez a támogatást meg is fogod kapni olyan emberektől, akik közel állnak hozzád, akik egy kicsit szeretnek. Elég sok elfoglaltságod lesz egyébként a családodnak a területén is. Ők is támogatóan állnak a te előrehaladásodhoz, de ugyanakkor, amit az előbb mondtam, hogy egy kicsit a türelmet kell tulajdonképpen megtanulni, tehát lélekszinten is ugyanezt mutatja a kártya, hogy többször kell majd magamat visszarántani a középpontomba, hogy nyugodt tudjak maradni, mert jó döntéseket és sikeres döntéseket csak akkor fogok tudni meghozni, hogyha én egyensúlyban vagyok. Na nézzük, egy változás, egy letisztulása a dolgoknak az tavasz környékén fog elkezdődni az életedben, és hát nem véletlenül hoztad azt a példát, hogy a sikerek és az anyagi bőségnek a lehetősége esetén mi történik. Hát neked most pont ez van a karmádban, hogy
meg kell tudni teremteni a saját biztonságomat. Annyira jó, hogy itt vagy, és ezt hallom. Folytasd csak, nagyon jó. Meg kell teremtenem a saját biztonságomat, egy kicsit anyagiasabban kell gondolkodni, ami szerintem eddig annyira nagyon nem ment, mert a te lelkedre azt hozza a kártya, hogy egy nagyon szárnyaló lélek, tehát biztos vagyok benne, hogy ami egy kicsit a művészeti irányba viszi a dolgokat, az sokkal jobban érdekel, viszont most pont itt kell erősnek lenni, és egy leszállni a földre bizonyos időközönként. Ha a vágyaid szerint tudsz élni, és a karrieredben is lesz kitűzve cél, akkor azt mondja a kártyát, hogy ahhoz te tulajdonképpen támogatást kaphatsz, és ami nagyon-nagyon jó hír, az, hogy a saját sikeredet csak te ronthatod el. Tehát azt mondja a kártyát, hogy te szúrhatod magad hátba. Tehát azt tudom, hogy most türelem, kivárom a lehetőségeimet, de felkészülök rá, és akkor egy teljesen új lapokkal fogod tudni kezdeni a következő évet. Sokat tudnék még beszélni, de egy nagyon nagy változás előtt áll az életed, tehát minden új alapokról fog indulni, és egyelőre tehát nagyon pozitív és nagyon sikeres támogatást fogsz hozzákapni. Hát Piroska, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én külön köszönöm, hogy ezt mindet felfedted. A nézőknek nem árulunk el többet, hogy mit mond még a kártya. Mi egy kicsit még ezt folytatjuk.